A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Kedves nézőink, én azt gondolom, hogy egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy szükségünk van példára és példaképekre ebben a felgyorsult világban, és bizony a sportolóink azok, akiktől ezt megtanulhatjuk, átvehetjük és hasznosíthatjuk mindennapjainkban is. És talán egyetértenek azzal is, hogy azt mondom, hogy a futás nagyon fontos számunkra, készség és képesség és alázat is kell hozzá, gondolkodó emberrel van általában. Így aztán nem volt nehéz dolgom, amikor meginvitáltam a mai vendégemet, hiszen ő az elmúlt időszakban, sőt mondhatom, egy emberöltönyi távolságból bizonyította, hogy így gondolkodik ő is, tehát itt van velünk Kaufer Tamás, szervusz, üdvözöllek. Szervusz, üdvözlöm én is, téged is, a nézőket. A beszélgetésünk alapapropója, amelyről majd képeket is láthatunk, nyilván a Maccabi játékok, amelyet Idestova 80 ország részvételével 21. alkalommal rendezték meg. De előtte azért beszéljünk arról, hiszen Székesfehérváron ezt kevesen tudják, hogy tulajdonképpen te indítottad el tömegsportként, vagy legalábbis nagyon sokat segítettél abban, hogy a futás olyan tömegrendezvényé váljon, rendszeresen ráadásul, tehát nem akciósan, ami a mindennapok részévé vált. Ahhoz azonban, hogy valaki ezt komolyan vegye és életstílusként is fogja fel, nyilván kell egy indítatás. Nálad hogy kezdődött? Sport, amióta az eszemet tudom, vagy amennyire vissza tudok emlékezni, meghatározó szerepet játszott az életemben. Egészen általános iskolás, nem tudom. Talán másodikba kezdtem atletizálni 2-3 évet, utána kosárlabdázni. Kezdtem a vidéfibe, vidéfig jutottam, de gyakorlatilag úgymond felsőbb osztályba, MB2-ben ugyan pár meccset játszottam, de felsőbb osztályba nem tudtam lépni, ezért. És aztán, amikor abba hagytam a versenyszerű sportot, azt hiszem 23 éves lehettem, akkor volt egy kihagyás, mint minden élő sportolónál, aki ugye hosszú-hosszú évekig esténként, hétvégén minden sportra szólt, és akkor eltelt pár év, és akkor volt egy iszonyatos hiányérzetem azzal kapcsolatban, hogy nekem mozogni kell, hiszen egész élet, addig éltem, mert ezt tettem, és akkor elkezdtem futni. A Sió Attila barátom, aki már sajnos nincs köztünk, és futótársam volt, és őneki nagyon-nagyon sokat köszönhetek, hogy elindított. Akartam egy maratont futni, mondtam neki, hogy Attila, akarok egy maratont futni, segíts nekem, és ő segített, és akkor így indult maga a futás. Lépcsőről lépcsőre lépkedtél? Tehát nem csak távban, hanem eltökéltségben, hiszen ahhoz, hogy valaki teljesítse a maratoni távot, ezt a 42 kilométer, 195 métert, ahhoz azért kell az is. Tehát nem csak felkészülés. Azért volt egy alap már, ugye, hogy én sportoló voltam, illetve azért egy órát stabilan tudtam futni. De belecsaptam a közepébe, mert életem első megmérettetése, akkor Ibusz maratonnak hívták, ez most már 30-valahány éve történt. Tehát belecsaptam a lecsóba, egy maratonnal kezdtem, igen. A minőség és a mennyiség nálad kézen fogva járt? Abban az értelemben kérdezem, hogy nyilván vannak hobbi futók, akik néha futnak, máskor nem, de nálad életstílussá vált, gondolom. Igen, életstílussá, és akkor azért még, illetve hosszú ideig még azért ott tudtam kapaszkodni az amatőr futók legjobbjaival hosszú-hosszú évekig. Aztán persze, hogy az ember idősödött, úgy lassult, és akkor már tulajdonképpen az volt a cél, hogy idézőben részt venni egy ilyen kihíváson. Mikor érezted a szükségét annak, hogy beszállj a szervezésbe? Hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Az, hogy valaki, nagyon sokan vannak, akik futnak, de viszont te sokkal többet tettél, hiszen számtalan olyan futóverseny van hazánkban, amelyet te indítottál el. Ehhez pedig sokkal több kell, mint önmagában futni. Azt hiszem 15 éve futottam már akkor, amikor
Amikor nagyon, tehát már nem csak úgy néztem a futóversenyeket, mint versenyző, hanem érdeklődve figyeltem a versenyszervezőknek a munkáját, és nagyon sok ötletem száll. Akkor azért nagyon-nagyon kevés rendező foglalkozott ezzel. Gyakorlatilag fél éveket vártunk egy futóversenyre, hogy elmehessünk, és valahogy egy ilyen családi kirándulás által jött az első ötlet, hajnalba elmentem futni, mint mindig általában ilyen helyeken, a Vértes Kozmán az erdőben, és mondtam, hogy kéne csinálni itt haveroknak egy futóversenyt. Nem is gondolkodtam én tovább ezen, de hip-hop megszerveztem már ezt a futóversenyt, ami most már szerintem 17 éve volt talán, vagy 18 is. És akkor barátokat meghívtam, alkoholos fésztollal felírtuk a kezünkre a rajtszámot, és akkor érezzük jól magunkat. Erről szólt ez az egész. De nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és ő gyakorlatilag volt biztatás arra, hogy csináljuk már ezt egy picit komolyabban, meg bele tudtam vinni olyan ötleteket, ami már az elején, ami máshol nem volt. Melyek voltak ezek az ötletek, az elsődlegesek, hiszen korán sem mindegy, hogy miként lehet meghódítani. Egyszer könnyű, de az, hogy folyamat legyen belőle, az sokkal, de sokkal. Egy hangulatot próbáltam teremteni. Ugye adott egy... A Jóisten adott ott Vértes Kozmán egy olyan atmoszférát, egy olyan környezetet, amit nem lehetett nem kihasználni, és a hangulat, talán a családias hangulattal, hogy pogácsát sütöttünk, hogy rétes sütöttünk, hogy minden egyes versenyzőt úgy vártunk, mintha a barátunk lenne, és ez nagyon-nagyon gyorsan elterjedt. Illetve megéreztem azt is, hogy én azért akkor még nem voltam ismert egyáltalán ezekben a futókörökben, illetve csak mint futó, hogy kell olyan vendégeket hívnom, akire esetleg felfigyelnek, és nekem tényleg azt kell mondanom, hogy Jóisten rakta össze, hogy a Balcó Bandi bácsit, a nemzetsportolóját és a Maracskó Tibort, aki ugyancsak az öttusában kiválóságunk, én meg tudtam hívni azt hiszem a második vagy a harmadik versenyemre, a Monspar Saroltát, aki sajnos már nincs köztünk. És nagyon jó barátságba keveredtem a Sacival, mondhatom így, mert tényleg így. És talán ezek voltak, amire azért felfigyelt a sportolni vágyó. Tehát több ezer barátod. Így van. Nyilvánvaló. Így van. Viszont a szintlépéshez nagyon sok minden másra is volt szükség. Tehát itt elsősorban a támogatók. Nyilvánvaló, hogy a támogatók egy bizonyos idő után mellé állnak egy ilyen tömegsportrendezvénynek, mert hogy látják, hogy ez szint, és valóban érdemes ezzel foglalkozni, ugyanakkor őket ki is kell szolgálni. Itt jön be tulajdonképpen a speakerség is, hiszen ezt értelmes közlési formával közreadni, annál nincs fontos. Igen, ez nagyon-nagyon fontos volt. Talán abból el tudom érzékeltetni, volt egy, akkor a Libri könyvesboltban dolgoztam, és valahogy bekeveredett a Nike-nak valamilyen képviselője a boltba, és beszélgetni kezdtünk. Hát persze nekem egyből elkezdett járni az agyam, hogy nem egy akárki van itt egy ilyen sportszercégtől, valamilyen formában őt meg kéne szólítanom. És úgy szólítottam meg, hogy amikor már persze már volt egy kis kontakt köztünk, hogy 3 darab futózoknit szeretnék kérni a versenyemre. És ez bejött végig a szponzorokkal szemben, illetve a támogatókkal szemben, hogy nagyon szolidan, nagyon óvatosan kezdtem el, és amikor érezték, hogy én nem vagyok annyira éhes, hogy nekik esetleg kellemetlenséget okozzak, akkor bátrabban mindig ők ajánlottak. Soha nem én kértem, aztán később már ők, amit felajánlottak, sőt, még volt olyan eset is, hogy én mondtam, hogy ennyit nem szeretnék kérni, ennek a felét szeretném kérni, viszont ha jövőre is jöttek, akkor nagyon örülök. Tehát van ennek egy csíziója azért, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy a verseny után mi történik, hogy nem szabad ezeket az embereket elfelejteni, és gyakorlatilag mindenkivel baráti viszonyban vagyok, mert tartottuk a kapcsolatot, és most már sokkal könnyebb persze, most már elég egy telefon. Tehát többek között ez volt a továbblépés záloga. Igen, tehát Vértes Kozmánnál indult, és utána pedig egyre több helyszín lett a tiéd, ha úgy tetszik, illetve azért a csapaté, akit magad köré gyűjtöttél. Igen, és nagyon szűk csapatot gyűjtöttem magam köré, ez gyorsan kiderült, hogy kik azok, hát természetesen a gyerekeim, közvetlen kollégáim, barátaim, futótársaim,
és én mindent megpróbáltam, bármennyire is ez egy pici vállalkozás volt, én úgy próbáltam mindig megoldani ezt, hogy a puszin túl azért mást is, tehát honorálni kell, dicsérni kell, buzdítani kell őket, és nagyon szeretnek jönni. És talán így nagyon apró, ahogy az elején említetted, hogy nagyon apró lépcsőkkel. Én soha nem az a típus voltam, aki hambekaplak és óriási gigaméretekben. És akkor a versenyek aztán hozták magukat, hogy annyira sikeres volt, főleg az eleje, akkor ugye még nem volt annyi futóverseny, mint napjainkban. Picit könnyebb is volt talán. Egyre szélesedett a futók köre, és akkor jöttek az ötletek. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy a helyszínválasztást mi határozza meg, határozta meg? Mindig ilyen adhok volt. Például, ami most a hétvégén is lesz a 20-án, most már a 8. Bencegyi futásom, Szekszárdra mentünk egy versenyre, és hegyet kellett keresni, mert tudtuk, hogy Szekszárdon bele fogunk pusztulni, olyan helyek vannak. Illetve pontosan még akkor nem tudtuk, csak sejtettük, és hol tudunk hegyet futni, mi van hozzánk közel, Bencegy, és kijártunk a Bencegyre edzeni. És akkor már jött az ötlet, hogy itt is meg lehetne próbálni, akkor mit tudom, én láttam a New York-i lépcsőfutásról egy nagyon jó kis riportfilmet, és akkor, ugye ez nem az én ötletem volt, tehát lépcsőfutás nagyon sok városban, sőt Budapesten is van, de mondom, Fehérváron kéne csinálni, mert ilyen még nem volt. És az is nagyon sikeres volt, azt hiszem 4 vagy 5 alkalommal meg tudtam csinálni, ott is találtam segítőket. Nagyon-nagyon jól sikerült a fehérvári lépcsőfutás sorozat is. Tehát folyamatosan fejlődsz. Egyébként futástechnikailag is fejlődsz. szintet lépsz esztendőről. Futástechnikailag annyira már nem tudok szintet lépni, de bármennyire is vicces, azért most a betegségem kapcsán elkeveredtem egy gyógytornászhoz és futóedzőhöz, és igen, futóiskola van, és ugyanazokat a gyakorlatokat csinálom, mint amit 50 évvel ezelőtt. Nagyon fontos. Nos, hogy szóba kerül természetesen, ahogy már a bevezetőmben említettem, a Maccabi játékok, hittel élő ember vagy. Igen. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes sztori. Azt kell mondanom, hogy most már igen. Nehéz erről érzelmek nélkül beszélni, mert édesapám most hunyt el, és édesanyám katolikus keresztény. Édesapám zsidó származású, akik a háború után jöttek össze, és szerették meg egymást, és hát el lehet képzelni, hogy aki megjárta a holokausztot, vagy akit tiltottak egy zsidó fiatalembertől, félelemből, és akkor így ezek jöttek. És az én életemben a vallás gyakorlatilag hosszú évekig ilyen tabu volt. Talán ezért. Hiszen ők nem tudtak ezzel a helyzettel mit kezdeni. És felnőtt fejjel, barátaim által egyre jobban közelebb került hozzám a keresztény vallás, és szinte ezzel párhuzamosan Berger Tomi, aki Orosházáról keveredett, egy nagyon jó barátom és futótársam, az viszont bevitt abba a hitközségbe, itt Fehérváron, a zsidó hitközségbe, amit én ismertem, de nem nagyon vettem részt ezekbe a dolgokba. És a kettő szinte párhuzamosan futott. Illetve fut a mai napig, hogy én elmegyek egy keresztény templomba is elmegyek, ugyanakkor felmertem vállalni a apám részéről, és apám részéről a zsidóságomat, és ez egy olyan keveredést adott tulajdonképpen az életembe, amire én nagyon büszke vagyok, és ez nagyon különleges dolog, mert én minden oldalt, és nem is akarnám én sehová letenni a voksot, hiszen édesanyámról és édesapámról van szó. Megerősítést nyújtott a hit számodra? Igen. A hétköznapokban így is? Így van, nagyon sokat, nagyon sokat. Mert a zsinagógában, illetve a templomban megkapja a hitet, azt a nyugalmat, amit áraszt, ugyanakkor a hétköznapokon szükség van a megerősítésre, hogy hétvégén legyen
értelme és gondolkodás számára ez fontos eljárni. Nekem megnyugvást adott, nekem talán Barbara lányom kérdezte egyszer, hogy apa, most akkor ez hogy van? Nem értette ugye ő se, akkor még ez picike volt, hogy apu, hogy van ez, hogy most zsidó vagy keresztény? És valami ilyet mondtam neki, hogy nem tudom pontosan megfogalmazni, Barbara, de jó érzés. Nyugalmat ad, iránymutatást ad, büszkén vállalom édesanyámat, édesapámat, hiszen ők is vállalták azt, ami nem volt egyszerű azokban az időkben. Nos, megérkeztünk Jeruzsálembe, illetve előtte még ehhez nyilvánvaló, hogy ki kell jutni. Tehát kvalifikálni kell a világversenyre, hiszen kevesen tudják, de ez a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, az olimpiai és a labdarúgó világbajnokságot követi, és ebben az esztendőben, ahogy a bevezetőmben is mondtam, már 80 ország vett részt, és ráadásul fantasztikus, tehát én azt mondom, hogy olyan szintű közéleti személyiségek, mint Biden, tehát az Egyesült Államok elnöke, és nem sorolom. Viszont az utazó csapatba kerülés is egy nagyon komoly felkészülést igényelt. Ez hogy történt? Hát itt ez azért tudni kell, hogy ez nem kizárólagosan ugye csak sport dolog, mert természetesen valamilyen módon zsidó származásúnak, zsidó vallásúnak kell lenni, de természetesen a sport az, ami nagyon fontos. Azért tisztában volt a hitközség, a fehérvári hitközség is, illetve a budapesti Makabi Vac is, hogy az évek alatt én milyen sportmúlttal rendelkezem, és a kategóriámban azért ott vagyok, most már 60 pluszos kategóriában tudták, hogy számítanak rám, de alapvetően ez jelentkezés és elbírálás alapján megy. És ahogy 2019-ben a budapesti Makabi Európa játékokon is részt tudtam venni, az volt az első ilyen komolyabb bemutatkozás. Ott megismertem a budapesti Makabi Vac vezetőket, sportolókat, és akkor már egyenes út vezetett ide, hogy a világjátékok, amit 4 évente rendeznek Izraelben, egész Izrael területén, ez egy óriási gigajáték. Tehát tényleg, ahogy említetted, 10 000 sportoló részvételével erről szól egész Izrael 2 hete, ez a Makabiakról. Óriási élmény és óriási megtiszteltetés volt, hogy ezen részt vehettem, négyen mentünk Fehérvárról. Ugye Kádár Béla, Kádár Lajos és Olá Brigitta. Igen. Vagy fordítva, Olá Brigitta. Igen. És a két Kádár. Itt nem is az eredmény a fontos elsődlegesen, bár azért nyilván a kategóriánként nagyon sikeresek voltatok, hanem én arra figyeltem fel, és számtalan képet láthattunk a Facebook oldaladon, és jószerivel a Nemzeti Sportban mindenütt szerepelt, hogy te vihetted a zászlót. Ez rendkívüli megtiszteltet. És mit éreztél a magyar zászlót? Először is az első, amikor velem ezt közölték Budapesten, felmentünk egy ilyen összetartásra, csapat összetartásra, ez már az utazás előtti hetekben volt, amikor ezt közölték, hát 102, a delegáció 102 főből állt, 85 sportoló volt, és úgy értsék a kedves nézők is, hogy itt voltak profi sportolók is, tehát válogatott vívók voltak, válogatott teniszezők voltak. Mellette persze nagyon sok amatőr sportoló is, fiatalok, idősebbek egyáltalán is. És hát ez egy komplex nézték, mind a sport és a tevékenységemet a Makabinál, nagyon-nagyon meglepődtem. Hát aztán, ahogy ott a stadionban 30 ezer néző, illetve 20 ezer néző és 10 ezer sportoló elé bevinni a magyar zászlót, amikor szólították, hogy Hungary, azt nem lehet elmondani. Ott kinyílt az ég. Milyen volt a pálya? Hiszen azért ez azon felül, hogy a találkozás misztériuma övezte nyilvánvaló, azért nagyon fontos maga a szereplés, és nem lehet panaszotok erre sem. A Jeruzsálemben rendezték mi ott is laktunk egyébként, 8 nagyvárosban rendezték az egész Makabiát, és sportágonként volt leosztva Netanya, Haifa, Tel Aviv és hasonló nagyon nagy városokban. Mi Jeruzsálembe kerültünk, mind a szállásunk is ott volt, és tulajdonképpen a megnyitó ünnepség is. És maga a pálya,
az hát egy fantasztikus. Eredetileg félmaratont futottam volna, de Achilles sérüléssel küzdködöm, és vissza kellett sajnos regisztrálnom a 10 kilométerre. Ezt úgy képzeljed el, és a kedves nézők, hogy bevitt Jeruzsálem óvárosába is a verseny maga, a 10 kilométer futás, illetve a félmaraton is egy időbe indultunk. És egy nagyon-nagyon nehéz pálya volt. Jeruzsálem hegyvölgy, ugye hegyek közt épült Jeruzsálem. Maga az óvárosi rész az ilyen szűk utcák, termés, vagy ilyen utcákat burkoló, igen, ilyen terméskövek. Óriási páratartalom volt, este 8:30 körül volt a rajt. Csúszott, nagyon nehéz szintkülönbségű volt. Nagyon kemény pálya volt, de óriási élmény volt. Nagyon nagy tömegek álltak mindenhol. Ünnepeltek bennünket. Az egész játékok egy csoda ilyen értelemben. Igen. Tehát azt megélni, szurkolni a többieknek, találkozni a társakkal, hiszen itt nem ellenségek, még csak nem is ellenfelek vannak, hanem barátok, akik adott esetben ugyanabban a versenyszámban indulnak. Milyen volt megérkezni? Megérkezni Jeruzsálembe? Tel Avivba? Vagy maga a verseny? Maga a verseny. Vagy ez az egész? A megérkezés, ez az egész. Nagyon fontos azt tudni, hogy Izrael 9 millió pár százezer lakosú, több mint 1 millió 200 ezer ember, aki valamilyen módon magyarnak vallja magát, vagy a nagypapája, nagymamája, vagy ők. Tehát amikor mi magyar feliratos trikóba mentünk, mert többnyire a magyar mezbe voltunk, a hivatalos ruhánkat viseltük, voltunk civilbe is, de amikor a magyar feliratos mezbe voltunk, mindenhol lekiabáltak bennünket. Annyira szeretik a magyarokat, tehát nagyon, egyenben nagyon sok magyar van, és valahogy nem tudom, én mindig azt éreztem, amikor valahová mentünk, hogy autóból kiszálltak, parkolóból odajöttek, Holtengernél megszólítottak bennünket, a piacon megszólítottak, és mesélik a saját sztoriukat, hogy ők mikor keveredtek ki Izraelbe, mikor menekültek ki, a nagymamájuk, a nagypapájuk Miskolcon él. Nagyon-nagyon szeretik a magyarokat. Nagyon sokan beszélnek magyarul. No, és milyen volt a hazaérkezés? Hogy fogadott a családod, illetve azok a barátaid, akik tudták, hogy ez mennyire fontos számodra? Hát, büszkék voltak. Megértem. Hogyan tovább? Hát ez egy óriási lépcső volt. Hát ezt fel kell dolgozni. Tehát eleve a maga az edzések ott, illetve a verseny, illetve folyamatos programok, kirándulások, fakultatív programok, de gyakorlatilag több mint két hétig reggeltől estig szólt a történet. Hát én egy hétig pihentem, amikor hazajöttem idézőjelbe. Még most is nagyon-nagyon a hatása alatt vagyok. Szerintem biztos, hogy ez egy a jövőre nézve is egy óriási dopping és óriási motivációt ad mindennek. Tehát a versenyeket ugyanúgy folytatom, az edzéseket ugyanúgy folytatom. Tehát olyan motivációt érzek mind a két területen, amit nagyon-nagyon régen nem. Tehát bármire hajlandó vagyok ahhoz, hogy én újra a természetesen a fizikai, mindenkori fizikai állapotomhoz képest teljesítsek. Nos, hát mit kívánjunk? Én azt mondom, hogy nem kell semmit kívánni, hiszen a több dolog miatt is pontosan tudom, hogy engem ott szeretnek fent, és tudom, hogy jó úton vagyok. Úgyhogy ennyi nekem így elég most. Legyen így. Hálás vagyok, köszönöm. Legyen így, maradjon így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Kaufer Tamás volt, aki részt vett az idei Makkabi játékokon, Székesfehérvárt, illetve hazánkat képviselve. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.